Vágó Ilona szabad idejében kezdett el egy régi szenvedélyének hódolni. Feltehetőleg a génjeiben hordozta a hímzést, hisz egykoron mindkét nagymamája csodálatos alkotásokat készített. Ilona eleinte goblejneket hímzett, képeket, díszpárnákat és leszámolós keresztszemeseket. Egy idő után azonban többre vágyott, így talált rá a patch needle technikára. Sokat tanult erről az ősi hímzésről, és szeretett volna egyedi alkotásokat készíteni. Kizárólag kézzel dolgozik, szereti érezni a csupasz vásznat, és különleges örömöt érez, amikor szebbnél szebb fonalakkal öltözteti fel azt. Minden munkája egyedi, nem készít tömegtermékeket. Ilona nyugodt alkotói folyamatát egy szereteten, tiszteleten és megbecsülésen alapuló erős családi háttér biztosítja. Az Arácsi Népházban felállított kiállítása május 27-éig látogatható.